Előzzük meg a tavaszt! Suzuki eredeti alkatrészek 20-40% kedvezménnyel. Tavaszi szervízakció olajcserével. SV650 Gladius olajcsere 8000 forint plusz munkadíj. További részletek a hivatalos Suzuki márka kereskedésekben. Ha csak egy dolog érdekel. Ha nem beszélsz másról. Ha nem is gondolsz másra. Csak a motorozásra, akkor eljött a te napod! Dodor a digitális csukló! És akitől a lábtartók rettegnek, Fiedor Feri, azaz a Motorshow 1! Sziasztok! A Motorshow egy mai tesztjében a Suzuki Banditot hasonlítottuk össze a Suzuki Gladiusszal. Speciális gyorsulásméréseket végeztünk, mint ahogy a BMW S1000RR-rel is, csak ott meg épp a lassulását mértük a Motorshow Street képzésen. Most pedig következzék Fiedor Feri Németországból, aki az új Honda VFR dupla kuplungos tesztjén járt. Sziasztok, a helyszín Németország, Erlenzé, a Honda Akadémia új kiképző és oktatóközpontja, ahova Honda Hungary hívott meg minket. Ez egy újabb közös teszt a Motorrevue és a Motorshow egy életében, amiben megvizslatjuk azt, hogy mibe különbözik a normál változatú VFR 1002F és a VFR 1002F DCT, azaz a dupla kuplungos változat. A VFR közel negyed évszázaddal ezelőtti megjelenése óta az egyik legismertebb típusa a Hondának. A kezdeti 750-es blokk egyre nőtt, volt 800-as, jelenleg 1200 köbcentiméteres. Az első új VFR megjelenésekor már tudni lehetett, hogy itt valami nagy dolog készül. A nemzetközi kiállításokon egy formatanulmány állt a Honda standok közepén, sejtetve, de semmi biztosat el nem árulva, hogy a meghökkentő alakzat melyik Honda utódja lesz. Ma már képben vagyunk, a VFR-t szimbolizálta a kecses darab. Az új motor lámpaformája le sem tagadhatná a rokonságot. Megjelenésekor már az a hír járta, hogy készül az eddig motorokban nem látott dupla kuplungos verzió is. Már-már azt hihette az egyszerű motoros, hogy ez is csak egy reklámfogás volt egészen mostanáig. Fiedor kiképzőnk mai feladata, hogy kipróbálja azt a Honda VFR-t, amiről eddig csak szóbeszédekből, internetes pletykákból lehetett hallani, a dupla kuplungost. Miközben a VFR-rel egyszerűen haladunk, belül bonyolult dolgok történnek. A sebességváltóban a páros és páratlan fokozatoknak önálló rendszere van. A váltás folyamata a következő. Amikor egyes fokozatba váltunk, azaz megnyomjuk a D üzemmódot, a mágnes szelep vezérli a kuplung csúsztatását, az elektromotor pedig végrehajtja a váltást. Ugyanekkor a kettes fokozat már készenlétben áll a másik rendszerben, ahogy említettük, a páros és páratlan fokozatok külön rendszerben működnek. Tehát miközben egyesben vagyunk, közben már kettesben is vagyunk. Amikor egyből kettőbe váltunk, azaz megnyomjuk a plusz jelet a kormányon, vagy csak hagytuk, hogy hadd működjön önállóan a D fokozat, az egyik mágnes szelep zár, a másik nyit, aktiválva a soron következő fokozatokat. Amikor már második fokozatban vagyunk, a hármas már készenlétben áll, és ez így megy tovább egészen a hatodik sebességig. A folyamat motorozás közben természetesen teljesen észrevehetetlen, a kényelemnek viszont ára van. 10 kg-os súlytöblet a hagyományos verzióhoz képest, viszont a varázslat most következik. A fogyasztás mégis kisebb, mivel az új rendszer jobb hatásfokkal dolgozik, energiatakarékosabb, mint amikor mi intézzük a váltást. A Honda három módot ad nekünk arra a lehetőségre, hogy motorozhassunk ezzel a motorkerékpárral. Automata és manuális mód, az automatát pedig két részre bontja, egy D és egy S fokozatra, ami nem véletlen, mert autósokat szeretnének minél többet átültetni motorkerékpárra, ezért vannak ugyanazok a jelölések, mint a gépjárműveknél. A három mód közül az alap a D, amire azt mondta itt a mérnök csapat, hogy ebbe a fokozatba sokkal takarékosabban lehet motorozni, mint a kuplungos változattal. Ez tényleg így van, hisz olyan gyorsan és olyan sűrűn váltogatott a motorkerékpár, hogy előbb-utóbb meguntam, hogy valamelyik fokozatba ide-oda kapcsolgatja. Nagyon a biztonságra mentek rá, és nagyon az óvatosságra és az energiatakarékosságra ebbe a D módba. A következő lehetőségünk az S mód, ami ugye a sportos motorozást képviseli. Rendkívül érdekes módon tanulékony a motorkerékpár, tehát amikor volt olyan, hogy 4000-es fordulatszámnál egy olyan 10 másodpercig tartottam a gázmarkolatot, mert egyszerűen nem volt lehetőségünk előzni, a motor elkezdett szépen lassan fölváltogatni, amúgy pedig, hogyha folyamatos gyorsulásban voltunk, akár 8-9000-ig is elengedte a motorkerékpárnak a fordulatszámát. S-módban egy kicsit megkínoztam a motort, ugyanis Budapesten otthon a kuplungos változat 30 km
km/h-nál már kívánta azt, hogy az ember visszakuplungoljon a második sebességi fokozatba. Valószínűleg ez a V4-nek az erőteljes alsó karakterisztikája miatt lehet. Ennél a változatnál, kettes sebességi fokozatnál, amikor 20 km/h-ig fékeztem már vissza, és tényleg kínlódott a motor, még nem váltott vissza egyesbe, és gázadásra gyönyörű szépen kihúzta magát. Egy jó 40 km megtétele után bevállaltam a manuális módot, és a plusz-minusz kapcsolóval én döntöttem el azt, hogy mikor váltunk. A legfontosabb, és talán a legelső szembetűnő dolog az az volt, hogy a futóműnek nulla reakciója van szinte, amikor vált. Mindenkivel előfordulhatott olyan már, amikor váltott, hogy az utasa egy kicsit lekoccolta a sisakját. Na ez ennél a motornál biztos, hogy nem fog előfordulni. A VFR 1002 FDCT a Honda számára valószínűleg beváltja a reményeit, és megtalálja azokat az embereket, akik eddig azért nem ültek át motorkerékpárra, mert zavarta őket a váltókar és a kuplungnak a használata. A három különböző mód segítségével mindenki megtalálja a saját képességeinek megfelelőt, kezdőtől a haladóig. Egy dolgot viszont ne felejtsünk el, az üzemanyag tank alatt 172 lóerő várja az, hogy kiszabaduljon, és 5-6 ezres fordulatszámtól olyan szinten indul meg a motor, hogy még a haladóknak is okozhat némi zapszemeffektust. A mai motorsó egy tesztben egy különleges összehasonlítást láthattuk, ezt már sokszor hallottátok, hogy a motorsó egy tesztek mindig különlegesek, de ez a mai valóban az lesz. Két motorunk van, két Suzuki, az egyik a Bandit, a másik pedig a Gladius. A legnagyobb különbség a két motor között, hogy az egyik V2-es, a másik pedig Sor 4-es. Mindegyiknek van különböző típusa, ennek van fejdom nélkül verziója, ennek van ABS-es verziója. A jelenlegi helyzetben ez egy fejdomos ABS-el szerelt, ez pedig egy ABS nélküli fejdom nélkül verzió, ahogy látjátok. Arra is kíváncsiak leszünk amellett, hogy megnézzük a motorok kezelhetőségét. Feri felrakott ide egy bójapályát, addig fogja nyúzni a motorokat a szűkülő pályákon, amíg egyikkel többet nem fog hibázni. A fékhatásokra is kíváncsiak leszünk, ugye a Motorsport Street képzést, hogyha követitek itt a műsorokban, akkor mostanában kíváncsiak vagyunk arra, hogy vajon melyik motor a jobb, az ABS-es vagy az ABS nélküli, ideális vagy nem teljesen ideális körülmények között. Speciális berendezésünk van olyan erőhatások és gyorsulások mérésére, amit még más motoros műsorokban nem láthattok, de erről nem árulok el többet, kövessetek végig a műsort, és a végén kiderül, hogy melyik motor az, amelyik jobban gyorsul, jobban fékez, vagy kezelhetőbb. Elsőként a kezelhetőség vizsgálata következik. Mit kell tudnunk a bójapályáról, milyen gyakorlatokat fogsz itt végrehajtani? Ugye sok lehetőségünk nem volt, úgyhogy 4 gyors gyakorlatot raktam föl, az alapvető kezelési tulajdonságokat fogjuk megnézni, a forgalmi szituációba, a sorok közti manőverezésbe, hogy viselkednek a motorok, illetve magában a nagykörbe, amit ugye nagykörnek nevezünk az iskolánkba, ott a kanyar íven való haladáson, hogy fognak viselkedni a motorok, és magában a kiskörbe, amik egy ilyen visszaforduló, vagy pedig tényleg ilyen nagyon szűk helyre való befordítása a motornak. A két motor között van ezért egy nagy különbség, 25 kilóval nehezebb a Bandit, úgyhogy valószínűleg itt a lassúbb sebességű kezelhetőségnél ő egy kicsivel hátrányba fog indulni. Ezt ne döntsük el előre, úgy gondolom, válasz ki először azt a motort, ami a te egyéniségedhez legjobban illik. Én a szín alapján gondolok valamire, no, tovább nem folytatom. Szerintem az ő kedvenc színe a kék-fehér. Még egy ilyen is ki vagy rúgva!